Nagyon fizikális mérkőzés volt, nem volt szép játék, a Pink azt gondolom nagyon összeszedte magát és mindent megtett a sikerért. Hogy lehet ezt a mérkőzést játékos szemmel? I think if we don't win a game, then we didn't do enough. So you might have thought it was physical or we gave everything, but if we don't give enough to win a game, then it's not enough. Tehát ugye úgy gondolja, hogy ha nem nyernek meccset, akkor nem adtak eleget, bármennyire is fizikálisak, és bármennyire is kárnyiményen mennek, és te esetleg úgy gondol az, hogy mindent kiadtak, ha nem nyernek, úgy gondolja, akkor nem voltak el, nem adtak eleget. Azt mondom, hogy nagyon kemény mérkőzés volt, hiki mérkőzés volt. Többször is sikerült visszajöntök a mérkőzésbe. Mi múlott ez a mai ZTE győzelem, hogy lehetett a saját csapatot felül? Yeah, I absolutely agree with Nita that this is our problem. We've seen this a lot of time this season. So we was close in the many games, but this is not enough for us. We need wins for the staying division. Okay, it's good. It's good to hear this, that we look better and better and better, but this is not enough. If we lose the game, this is nothing. So we can play the game if we see the 92, how many we need to score for the win. So this is absolutely not what I like and what I prefer in our playing. So. And this is the game before was the same problem. So in the last quarter we received 30. In a way court it's impossible to win. Tehát ő is ugyanúgy gondolja, mint a játékos, hogy nem tettek eleget, hiszen már több ilyen mérkőzésük volt, amikor közel voltak, és nem is kellett ezeket behúzniuk, mint csapat, tehát akkor nem tettek eleget. 92 pontot kapni, ez nem az, amit ő a jó meccsnek hív, nem ez az ő képe a fejében arról, amit szeretne látni. Ez volt legutóbb is a gondjuk, most is az utolsó meccsben 30 pontot kaptak, tehát hiába közeli meccs, és a többi nem elégedett ezzel, és ahhoz, hogy megmaradjanak az átcsoportból, mert csak át kell nyerni, és össze kell ezt rakni. Dori, hát nem volt egy szép mérkőzés ez a mai, viszont a végeredmény az fontos, a győzelem. Milyen mérkőzés volt? Hát tudtuk, hogy nehéz lesz, gratulálok a Pinknek, mert szerintem egyre jobbak, ezt azért tudtuk, hogy kemény lesz, hogy ez már nem az a csapat, nekik is most már 4 légiósuk van. Szerintem kemény meccseket játszanak, hogy minél előrébb fejezzék be az alapszakaszt. Ugye nekünk nagyon kellett ez a mérkőzés, azért így kijönne nélkül mindenkire egy kicsit nagyobb teher hárult, de örülök neki, hogyha szerint a csúnya, de legalább megnyertük ezt a meccset. Zsófi, ahogy mondtam, nem volt szép mérkőzés, az eredmény viszont nagyon fontos, hogy nyertünk. Mit látta ezzel a mai találkozón? Azért voltak hibák bőven. Hát hibák, igen, azok voltak bőven, de ahogy Dodi is mondta, igazából szerintem nagyon örülünk a győzelemnek, hiszen úgymond kötelező volt. A meccs elején is tényleg tudtuk, hogy ez nehéz meccs lesz. Kay nélkül ugye mínusz egy ember, rá elég pont erős ember, és mindenkinek hozzá kell tenni egy kis plusz. Úgy gondolom, hogy ez alapvetően nagyobb része sikerült is, tehát úgy gondolom, hogy keményen dolgoztunk. Rengeteg hibával, 18 eladott labda, 10 támadólapatot szedett egy alapvetően úgy gondolom, hogy nálunk alacsonyabb ellenfél. Ezek biztos, hogy kijavításra váró hibák, hiszen jobb csapatok ellen ezek meg fogják bosszulni magukat, ahogy itt is. Csak úgy gondolom, hogy azért a tudásbeni talán és fizikális fölényünket azért sikerült kiraknunk a pályára, és ezzel tudtunk nyerni, meg tényleg azért úgy gondolom, hogy hatalmasat küzdött a csapat, és le a kalappal előttük. De ahogy mondta Dodi is, a Pink is úgy gondolom, hogy feljövőben van, ugye tényleg egy új igazolással, egy nagyon jó kisemberrel, aki keményen vitte ma is a csapatot a hátán, irányította őket egy nagyon jó négyes posztú játékossal, kívánok nekik sok sikert a következőnkbe, de nekünk ki kell javítani a hibákat, hogy a következő három meccset is be tudjuk húzni.